Sziasztok, kedves hallgatók! A mikrofonnál Viki és Tündi. Sziasztok! És a mai vendégünk Dóri lesz. Sziasztok! És a házi praktikákról fogunk beszélgetni, úgymond. Tehát olyan dolgokat szeretnénk nektek elmesélni, amiket mi így hallottunk, használunk, alkalmazunk így a mindennapokban, és ilyen express gyors segély mindenre. És így könnyebbé teszik az életünket. Igen, úgyhogy hát bele is vágnánk akkor, Viki. Mi legyen az első topik? Én szerintem az első legyen a express főzés tippek, szóltok, hogy mi van akkor, hogyha így gyorsan, akár nekem a gyerekek miatt, vagy másnak esetleg váratlan vendég érkezik, vagy nincs sok időnk, és össze kell dobni valami gyors kaját, akkor nektek mi ez? Van-e ilyen, amit így elővesztek, és akkor olyan hozzávalók mindig vannak otthon, és gyorsan összedobjuk ezt a kaját? Nem tudom, hogy nektek Dori, neked van ilyen? Hát én általában este 10 után kezdek főzni, szóval... Jó, Dori, szóval hogy csinálsz? Nagyon fontos az express, és csak gyors, és kizárólag ezzel tudsz dolgozni. Igen, és én felfedeztem, hát már egy jó ideje, hát azzal neve direkt megnéztem most az üveget, mikor jöttem, vagy mielőtt jöttem, hogy teriyaki pác, ez valamilyen japán kultúrából származó marináló szósz, vagy nem tudom, tehát teljesen vízállaga van. Barna szója, nem? Hát valami szójaszerűség, nem tudom, én nem értek ezekhez a dolgokhoz. Ennek alapvetően barnás színe van, és tehát például teljesen fehér csirke mellett is, így ilyen barnává varázsolja, tehát ilyen egészen más színe és állaga lesz tőle, de nagyon finom, omlós lesz tőle. Én csirkével dolgozom, tehát én mindig csirkét azt szoktam ezzel csinálni, és ennek alapvetően ilyen édeskés íze van. De kínai csirke. Nekem ez nagyon bejön, nagyon gyors. Tehát én megpirítom a húsit, és ezt rárakom, és semmilyen más fűszert nem rakok rá, mert... És hol lehet ezt kapni még? Azt gyorsan mondom, ez a lelőhelyet. Igen, na, hát én az Aldiban vásárolom ezt, de nem Aldi márka, én ott szoktam venni, de egyébként én már láttam Tesco-ba, CBA-ba, tehát egyéb ilyen élelmiszeripari egységekben is. De itt a legolcsóbb, és képzeljétek el, hogy az volt, hogy az Aldiban most heteken keresztül nem lehetett kapni, úgyhogy teljes kétségbeesés volt, és amikor megláttam, betárasztam. Teriyaki szósz. Vettem egy tucattal, de egyébként ennek vannak mindenféle egyéb ilyen wok, meg más ízesítései. Szóval én nagyon szeretek ezzel dolgozni, könnyű vele dolgozni, tényleg így pláne egy csirke, de most nyilván bármilyen más hússal ezt meg lehet csinálni. Nagyon hamar megvan be. És milyen köretet csinálsz hozzá? Hát én a köretekkel vagyok mindig bajban. Egyébként ezt, mivel ezt lehet ilyen szaftosabban csinálni, tehát én például nagyon sokszor variálom, hogy a végén tejszínt rakok bele. Nekem ez a másik lesz, hogy variátor a tejszín, imádom. És ugye annak is van ez az édeskés illata, íze. Elég édes szájúak vagyok. Igen. Tehát ezt hát a leggyorsabb köret, mert a tészta, ugye, mert hogy ezt csak pipak kifőzött, és azzal is nagyon jól lehet kombózni, mert mondom, egy ilyen szaftos állagot lehet a húsinak kölcsönözni, és akkor melegítve másnap, akkor is jó tud lenni. Ó, ez nagyon szuper. Tündi. Hát én két oldalra közelíteni meg, mert hogyha mondjuk így magunknak főzünk ilyen express főzés, akkor én is valami csirke, és akkor sobors. Hát az, ami mindig van otthon, az a legegyszerűbb dolog a világon. De hogyha mondjuk így bent, mert ugye azt kérdezted, hogyha vendégek jönnek. Igen. Hát én akkor azt szoktam bevetni, hogy ilyen magvakat szoktam feltállalni, és akkor ilyen magyaró, mandula, mit tudom én, ilyesmiket. De akkor főzni úgy nem, hanem ilyen csipegetőseket. Most úgy, hogyha nyilván, hogyha ebédre hívlak titeket, akkor nem csak magyaró lesz az jó tűni, mert hogy esetleg hívál, akkor tudom, hogy persze mandulára gondoltam. Tudom, hogy akkor előre kell enni mandulát. Nem. Tehát, hogyha csak úgy átjön valaki, és akkor mondjuk átjönnek a lányok, és akkor ilyesmi, akkor ezzel készülnék, ilyen kokuszchips, mit tudom én, ilyesmi. És hát hogyha meg ilyen rendes ebédet szeretnék főzni, akkor én például ma reggel is gyakoroltam ezt az expresszitást, és egy pörköltet oda dobtam, és ez tök hamar meg volt igazából, mert most felvágtam a hagymát, meg a húst, csak mondjuk az a hátulütő, hogy nincs otthon hús. Tehát, hogy ez azért úgy húzósabb. De ami még így
eszembe jut, ami ilyen mindenkinek bevethető, szerintem itt a tészta és pesto, nem? Pestos tehát, tészta, az is átírt. Tehát azért csak kigyön magába, igen, tényleg igen. 5 perc, de és magam is rárakom, ennyi, és annyi. Igen, és van zöld pesto, meg van piros, én a pirosat jobban szerintem. Én sárgát is láttam. Na, én ezt még képzétek nem. Állati gyors. És mivel is szokták a zöld pesztós tésztára, mit szoktak tenni? Szezám, nem. Szezám magot talán? Valami, ezt nem azt. Abban is meg szokták hinteni, és egyébként tényleg finom. Nekem nem a kedvencem, de jó. Én is a piros pesztót szeretem jobban, de egyébként amióta ilyen ételintolerancia van, azóta nem eszem pesztót sajnos, pedig nagyon szerettem. Mert hogy így vannak benne dolgok. Viki, neked mik ezek a... Mit, na, mit én kettőt is hoztam. Az egyiket majd a show notes-ban be fogom tenni, egy videót fog betenni, hogy egy olyan fajta carbonara receptet, ami eredeti olasz, ezt a férjem fedezte föl, borzasztó gyors, és szerintem 100 milliószor egyszerűbb, és finomabb, inkább azt mondom, hogy finomabb, mint az a carbonara, amit mindenki ismer, az a tejszínes cucc, és igazából kávé alig kell hozzá, valami tojás kell hozzá, nem tudom, kis szalonna, sóbors, csokolom. De és akkor ennyi? Ez húsmentes? Ez húsmentes, és hát nem, mert bacon van benne, az nem. De hogy úgy, hogy igen, nincs benne csirke, vagy ilyesmi. Nagyon finom. Tehát mondom, én nem szedem a carbonarát. És akkor egyszer azt mondta a férjem, hogy ő meglep egy ilyennel, mert ő szeret főzni, ugye. És annyira jó volt, hogy azóta én mindig mondom, hogy csináljon. Én erre kíváncsi vagyok. Na, meglep egy olyan valamit, amit nem szeretsz. Hát mert ő mondta, higgyél el, hogy ez finom, de mondom, én nem szeretem az ilyesmiket, és akkor ezt hogy? Egy öreg bácsi ott a YouTube-on nyomja, és akkor azt lekövetjük, és úgy csináljuk. És gyors, 10 perc kb. Komolyan, tehát tényleg 10 perc, és jó. A másik, az viszont óriási kedvenc, az szinte havonta többször előkerül nálunk, ez a tonhalas paradicsomos tészta. Ne beszéljük! Főzöm a tésztát, fogom a tonhal konzervet, a paradicsom konzervet. És összeöntöm egy kis hagyma, fokhagyma, só, bors, csá. Ez nagyon jó. Állati finom, a kislányom imádja, én imádom. Úgyhogy mindenkinek javaslom, és baromi gyors. Szerintem is a csirkesóbors egyébként, és akkor hozzá van, ami... De is ez a tonhal, ez, nem tudom, hogy ez ami lébe van, hogy azt is ráöntöm. Azt is ráöntöm. Neked szereti a kislányod a tonhalat? Nagyon, igen, szereti. Állati jó fej. Hát így, hát úgy külön nem adtam még neki, hanem így ebben. Ez véletlenül jött ez a tészta, és akkor így összedobtuk, és nagyon szereti. Tehát neki inkább az első tészta élménye a tonhalas tészta volt. Édesem. De ez nagyon jó, ez tök egészséges. Igen, és finom. Úgyhogy ezt mindenkinek tudom javasolni. És a tésztából, amit hangsúlyoznom kell, az a Barilla tészta. Mindenki Barilla tésztát vegye, mert a legjobb tészták Barillák. Hát igen. Én abban is az Aldira esküszöm. Igen? Igen, de most szemeztem ezzel a Barillával. Próbáld ki. Mi erre esküszünk. Nagyon-nagyon sokat kipróbáltunk, és ez a Barilla ez tényleg ilyen olasz minőség. Bár Olaszországban ez mindig a gyengébb minőséghez tartozik, de Magyarországon most én azt mondom, ez is ilyen durum? Hát normális tészta. Ezt nem tudom, hogy durum gömb, de hát olyan, mint a gyermei, csak aha. A Barilla, már például is finoman. Értem, megfogom. Jó, mert. Tehát hogy ennyi. Nekem eszembe jutott még egy csirkeétel, amit nagyon szeretek, és képzeljétek el, hogy az ilyen kör is, és agave szirup, vagy méz, mindegy igazából, és szerintem én imádom, amúgy nagyon szeretem a körét. A körét én is szeretem. A fog, tehát hogy sárgít, ami mondjuk nem jó. Ezt kerültem, amikor fogszabályzom volt, de... Már szabad enni akkor, nem? Most már szabad jobban, igen. Úgy szabadod, de jó. Na jó, van csajok. Mi csak annyit a zapkáson állom, ez például még egy ilyen állandóan bevethető, éppen működben nincs ebéd, és valamit csinálok, akkor vagy tejgurist csinálok, vagy zapkását, ez a kettő váltakozik nálunk. Hogyha nagyon kell valami gyorsat csinálni, de akkor én itt be is fejezem itt a főzéstippeket, és akkor mehetünk a következő napirendi pontra. Reggel mi az, amit mindenkit megcsinálunk, és ami nélkül nem megyünk ki az utcára, csajok? Nyilván nem a fogmosásról és a vécézésről van szó. Tehát szeretném, hogy ezt megosztanák, igen. Hogy van-e valami ilyen. De most akkor nem arra beszélünk, hogy csak a kisboltba tényleg egy sarokra lerohanok kapucnival, hanem... Nem, hogy nincs időm, pár percem van, akkor mit csinálok? És nyilván mondom, tehát azt is megfésülködök, azt fogadmosok, de hogy most ezeken kívül... Amikor a fésülködés, az már nem biztos, hogy ide tartozik, de a fogmosás pisit azt akkor azért vegyük bele. Szóval van Nekem a smink például. Smink. Tehát, de mindig földobod a sminket? Nekem ez egy visszatérő rémálmom, gyerekek. Utoljára ma éjjel álmodtam azt, hogy úgy mentem el valahova, de hogy így, tehát rendesen nem a kisboltba, és mikor mondjuk ide hozzánk, akkor tört rám a tudat, hogy Atyaisten, én nem tudom. És most ezt nem úgy kell elképzelni, hogy akkor fél kiló festéket magamra kenek, de hogy úgy, nem, hogy van valami, tehát hogy igen, a fésülés, egy nagyon szolid smink, hogy azért az ember úgy vállalható külsőt mutasson,
Tehát nekem ez így fontos. Neked az alap, hogy akkor anélkül nem. És például a szádon, például a rúzs, mert a Dorin tudni kell, mindig van gyönyörű, csodálatos használ, de hogy azt is mindig földobod? Hát van olyan, amikor például nagyon-nagyon már vészhelyzet van, és már tényleg már így 5 perce már kocsiban kéne lennem, nem még itten tertjük élni, akkor például van olyan, hogy jó, nem szórakozok a szememmel, meg nem húzogatok ki semmiféle. De a rúzs az fel kell. De a rúzs, mert hogy az úgy üt. Igen, és akkor az úgy elvonja a figyelmet arról, ami kívánni valót maga után, mert ez úgy ápol és eltakar, úgyhogy én biztatok erre mindenkit. És ugye a rúzs, akkor mit is hirdettünk ott? Egyszer hirdettük, hogy ajánlás, az melyik rúzs volt? Hát igen, a személyes kedvencünk, ugye a Dórival a Kikó rúzs, de most felfedeztük a Pupának is a fantasztikus rúzsállományát. Legalábbis Dóri azt erről számolt be. Igen, én nem hiszek a szájfényekben, és képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy de! És mégis működik, a Pupának van egy kiváló... Sónoncba ezt is nyomjuk. Igen, egy kiváló szájfénye, ami valóban csókálló, és csak szuperlatívuszokban tudok róla beszélni. Nagyon jó, jól van. Igazából most elkezdek érzetelni, mit teszünk Sónoncba, mert egy csomószor megígérjük, és aztán néha elfelejtjük, úgyhogy most próbálkozunk. Jól van, tehát akkor a Pupa. Pupa. Pupa és Kikó. Igen, ezt a kezdetek. Neked ez a smink az, ami. Hát, igen. Jó, hát én magamról szólva, hát én próbálkozom ebből a sminkkel, de én nekem azért ez nem, sajnos nem állandó, szóval mondjuk, hogyha én a játszótérre lemegyek a gyerekekkel, és nincs időm, akkor hát ez el szokott maradni. Nekem a hajam ilyen visszatérő problémám, nekem hamar zsírosodik a hajam, tehát nekem az van, hogyha most nincs időm mondjuk hajat mosni, és már 3 napos, akkor nekem ez a száraz sampan, ugye, ami nekem az egy állandó betevőfalat, tehát hogy anélkül én nem mozdulok, én azt viszem mindenhova, és nyomom föl. Igen, csak erre Károly emlékszel, az egyik adásunkban mondta, hogy a gyors segély a pokorra. És ez így van, imádom. Viszont nekem attól kicsit kifakul, szóval egyébként a színe csúnya lesz tőle, de legalább nem zsíros. Hát, szóval az állapra sem a legjobb, de én is használom. Jobb, de a látszat azért az megvan. Nekem ez talán a haj dolog, nekem a hajam az egy ilyen központi kérdés az életem. Ritkán tetszik, ritkán vagyok megelégedve, és ez valamiért nekem. Tehát, hogy hajam rendben van, akkor ha nincs smink, akkor is el tudom magam viselni. Tehát nekem a smink az annyira nem, de hogyha mondjuk eljövök akár egy podcast felvételre, vagy valami olyan helyre, ahol azért meg kell jelenni, akkor természetesen mindig földobok valamit. Én nem vagyok annyira rúzsos, mint a lányok. Pont mondtam nekik az adás előtt, hogy milyen szuper lenne, ha én is kitalálnám már, hogy melyik az a rúzs, ami nekem szuper, mert egyébként szerintem nagyon szép, és főleg ilyen 30-as korosztálynak szerintem már úgy áll, úgy tudni kell viselni szerintem a rúzst, és ez a korosztálynak szerintem úgy jól is áll, vagy jól is áll. Na mindegy, szóval nekem ez a, épkor, hogyha most egyet meg kell nevezni, akkor ez a száraz sampon lenne. Tündi. Hát... Hát mondjuk, ha nincs időm fésülködni se, akkor mondjuk nekem az az első, hogy így összekötöm egy ilyen elég ilyen, most mutatom csigába. A lányoknak közben egy ilyen bubujkába ide föl a hajat a fejem tetejére, hogy akkor arról le legyen a gond, nem azért, mert annyira jó, hanem azért csak, hogy valami ne legyen bele. Tehát ez akkor, hogyha vész van, ha még annyira nincs nagy vész, akkor a szárazzal én is tudok dolgozni. Hát, ha nagyon tényleg 5 perc van, tehát akkor jó, összekötöm a hajamat, hát egy BB-krém, hogy már amúgy itt tök száraz a bőröm, és akkor egy BB-krém azzal még valami úgy történik is, hogy egy kicsit lefed, és akkor hát egy fülbevaló, én még erre esküszök. Egyébként az jutott még nekem is eszembe, hogy egy fülbevalót. Nagyon szeretem a fülbevalót, igen. Tehát egy fülbevalót akkor berakok, és akkor hát viselem a következőt, és így indul a útnak, de valami mindig jelent a hagyatérdünk el, tehát hogy valami azért kell, vagy egy fülbe való, vagy a hajad legyen jó, vagy valami. Egy fülbe, valami, úgy igen. A rossz napokon is úgy valamit adjunk magunknak. Igen, úgyhogy én ezt a 3-at emelném. Ez a 3. Kértem. Jól van, lányok, akkor a szépség... Szépségipar. Szépségipar megvan. Ami még egy ilyen express dolog, vagy hát praktika lehet, hogy van-e nektek olyan, ami elmentek bevásárolni, és mindig ott a bevásárlós listán, ami, hogyha elfogyott volna, most nyilván nem, megint csak nem a WC papírra gondolunk, hanem a WC papírra, a szeles táblatokban esetleg. Van-e olyan, ami ezt nem hiányozhat a listán? Nekem abszolút van ilyen. Na. Hát jó, egyik a budi papír, de akkor ezt most levesszük, mert azt most nem veszünk oda. Hát akkor a Szilvia a másik, ami az is a papírtörlő, igen, az így nekem mindig kell. És akkor metezsák meg Domestos, én ezt vettem észre, de én ezt nem tudatosan csinálom, hanem ezt egyszerűen észreveszem, ezt mindig veszem.
igen, hát mert hogy nem tudom, tehát hogy valamit... Minden nap, vagy hogy? Azt mondom, hogy minden nap, de hogy ez a... Domestos fogyasztó, lehet mondani. Igen, az iszom a domestos, ami egyáltalán nem annyira jó. Igen, de hát ez van. A szemetes zsák, az is nagyon gyakori, mert ez nekem így tökre... mániám, hogy így gyorsan vigyük le a szemetet. Igen, tényleg az. Neked is? Nem. Ha Tüni eljön hozzánk, akkor nálunk is mindig azzal kezdi, hogy le kéne már vinni a szemetet. Aha. És akkor hát mostanában, amióta mondjuk csak növényi tejeket fogyasztok, azért az is nagyon gyakori, hogy így gyorsan betárazok egyet, így magamhoz veszek egy liter rizs tejet, mert azt sose lehet tudni, hogy mire lesz. És iszod magába is, hogy mire rizs tejet? Nem iszod magába, csak egy csomó olyan ételhez használom, vagy italhoz, igen, amihez muszáj. Uh-huh. Úgyhogy nekem ezek. Uh-huh. Te csajok. Uh-huh. Hát most bevallom, nekem a kóla. De már nem se írom a listára. Mert te egy kólafogyasztó vagy? Én szeretem a kólát. A simát vagy a lightot, zérót? Nem, én csak a... A cukrosat. Igen. Na, csak abba hiszel. Csak abba. Amúgy én is csak abba hiszek. Nem, és csak a kokába. Csak a kokakóla. Most az van, hogy nagyon-nagyon igyekszem közben csak a vizet fogyasztani, és akkor mikor hazamegyek, nekem ez a lazítás, hogy akkor én iszom egy kohákóla. Én nem nagyon iszom alkoholt, én vagy én nagyon szeretem ezeket a mindenféle jeges teákat, limonádékat és a kólát. És a jeges teából sem mindenféle jeges teákat. Igen, hát egy konkrét sem. Jeges teát. Igen, bár most felfedeztem egy másikat is, de a kólára visszatérve pont az imént pár napja a férjem hazállított egy ilyen kartonkólával, tehát amilyen mint a 6 vagy 8 darab, és mondta, mi hogy ott a világ, hogy minek vettünk, és mondta, hogy ő megunta, hogy állandóan csak egy darabokat cügöl föl, és akkor két naponta vesszük, és ő most vett egy kartonnal. Nagyon jól tesz. Szórakozni. Úgyhogy hát egy ideje most lekerült a kóla a listámról, az írott és az íratlan listámról is, mert most van. Nektek van bevásárló listátok? Úgy, én nekem igen, néha szokott lenni, fölírom én már, és kihúzogatom, mint egy ilyen az idős. Jaj, de nekem már a telefonomon van. Ja, hát én még én öreg vagyok, én még ugye grafomán. Rengeteg ilyen cetlim van, különböző témakörökben. Uh-huh. A másik az, hát most nekem a kislányom miatt az almalé. Az Aldis almalé, mint egy nagy Aldi reklámozó vagyok, úgy látom. Semmi gond. Ugyanis most egy ideje, egy pár hónapja rászokott, és az alma nevet iszta, ez ilyen 100%-os, amit én egyébként vízzel felhígítok neki, és imádja. És képzétek el, hogy óriási dráma volt néhány hete, mert éjjel felébredt, és alma nevet kért, és nem volt otthon, mert elfogyott, és ezt nem vettük időben észre, és nem lett pótolva, szóval úgy képzétek el, hogy egy órán keresztül ordított, és nem tudtam neki megmagyarázni hajnalkát, akkor, hogy nincs otthon alma. És de már azon gondolkodtam, hogy öltözök és megyek, és valahonnan beszéltem. Úgyhogy vannak ilyen kritikus dolgok, amikre rettenetesen kell figyelni. Nálunk is az almalé egyébként, nekem is a kislányom almalé fogyaszt, és Aldis almalé. Oh. Igen. És gyümölcspüré szintén az Aldiból, úgyhogy ezek, illetve... Akkor ami... a mai adás, hogy Aldi hivatos támogatásával jött. Én is imádom. Ami nekem, hát jó, nekem a kávé az ugye alap, tehát ezért a tej. Mert ugye a kávéból Nespresso-t iszunk, és akkor ahhoz a tej az kell. Tehát én a tej az például állandó, a DMS törlőkendő, van ez az illatosított ilyen. Ember port törölni lehet, stb. Na, és csak a DMS, de próbáltam más márkát, nem jött be. De ez nem antibakteriális, meg semmi, hanem csak sima, egyszerűen nedves törlő. Szerintem ez összezseniális. Nem tudom, én nem tudom antibakteriális vagy sem, de én mindent ebben szoktam. Nem, szerintem ami arra a Viki gondol, az nem. Az egy van ilyen sima. Zöld, de így a kezedet is meg tudod venni. Nem. Ez kifejezetten ilyen felületekre való. Tisztítók kezdődő. Nekem ez teljesen kimaradt, mert természetesen csak adom ezt a kendőbe, vagy a pedig csak a dolgozom. Igen, de ez olyan, szerintem, amire te gondolsz, Viki, tehát ez egy ilyen nagy lepedő, tehát nem olyan picurka, ez a 10-10-10-es. Tényleg? Igen. Na jó, majd nem tudom, kell egy fotót megmutatom. Itt nagyon sok DM van. Szerintem a saját terméke, és nagyon-nagyon szeretjük, és nekem az ilyen uh-huh. Állandó dolog, hogy ha mész DM-be, vegyél törlőkendőt, az ilyen állandó. Sose lehet elég. Sose elég, nekünk ez még ilyen állandó. Illetve mostanában felfedeztem egy jeges kávét, ugye én így kávémániás vagyok, mint ez ugye kiderült. Egyébként. És mi együtt vagyunk kávémániás, de te nálad még jobban jelen van ez a dolog. És felfedeztem egy jeges kávét, Mili márkájú jeges kávé, ez van ráírva, és hát...
mit mondjam? Egy állást akkor maradjunk ennyiba, és akkor ez hát minden nap egyet elfogyasztok. Ma még nem tettem meg, de majd lehet. Itt a helyett a másik hármat. Igen, úgyhogy nekem még ez mostanában. Uh-huh. Tehát a almali, ez meg a törlőkendő, ezek most így viszik. Viszik most így ezt a dolgot. Na jó. Hát ez érdekes, ez a törlőkendő, Viki, ezt én ki akarom próbálni. Uh-huh. Jó, drága. Mutassad a képet, légy jó, jó, tényleg nagyon jó, meg finom illata van, tehát meg azért az nyilván egy plusz pont. Még nekem valamire, amikor én már arra gondoltam, hogy én bénán törlöm a port, nem tudom, de ha én ilyen normális szivacsal törlöm, akkor ott marad, vagy nem tudom, ilyen béna az meg egész. Meg én azt azért nem szeretem, mert most akkor nedves vagy nem nedves szivacsal törlöd, érted? Hát, és hogyha... Igen. Tehát, hogy nyilván akkor nedvessel fogod, de akkor utána át kell menni a szárazra. Tudom, nem szeretem, ezért én ebben törlöm. Meg azt, hogy a nedvessel amúgy olyan, ami túl nedves, az olyan undorító portről, hogy így össze... Nem, úgyhogy... Azzal is csak úgy kened. Kened, igen. Úgyhogy nekem ez a expresszitás. Értem. Na jó. És akkor most lehet a Dórihoz fog fordulni, mint a takarítás mesteréhez. Hallgatóknak el kell mondanom, hogy mind Dóri egy... Hát ez nagyon szépen mondom, hogy ez rendmániás, de egy szó jó értelmébe szerintem. Ugye én vagyok az ellentét, tehát én sajnos nem csak, hogy nem rendmániás, én rendetlen, hogy mondjuk ki. Szerettem volna mindig hasonlítani, de nem. Ez a coming out. Igen, hát aki ismer, az nagyjából ezt tudja, hogy én nem vagyok rendes, sajnos. És hát mindig, amikor még a Dórihoz megyek, ugye, mert hát azért többször voltam a Tünginél, is persze rend van mindig, de a Dórinál hát el vagyunk ájulva, tehát tényleg mindenek helye van, dobozok, tisztaság, illatok, minden őrület. Úgy, hát a Mónika jó barátokból. Igen, ugye Mónika. És akkor a következő kérdésem, hogyha esetleg gyorsba kell ugye takarítanod a hétvégén, akkor mi az, amivel kezdesz? Mi az, ami a legfontosabb neked a lakásban? Én tudom a választ szerintem, de azért megkérdezzük, ma halladók nem tudják, hogy mi az, ami a legfontosabb neked? Hát nekem a porszívózása lesz szőparipám. Én erre gondoltam. Tényleg? Igen. Nekem ez. Na jó, mire gondoltatok le? A WC-re. Hát nekem a WC, igen. Hát az a másik, de az az igen már olyan szinten be van építve az életembe, hogy este elmegyek fürdeni, és akkor utána ugye előtte pisi lehet, és akkor... Tehát már így észre veszem, és már letakarítottam. Tehát minden nap. Igen, vagy akkor a reggeli készülődés közben még egy kicsit, amíg ott bebútol az agyam, hogy akkor ma milyen nap van, és mi lesz ma. A Dori kávé helyett egy kicsit igen, akkor így... Most nehogy azt higgyétek, hogy én mániákos vagyok, de hogy... Nem, én is ezt csinálom, de hogy nekem ez, tehát mivel ez 13 másodpercnél nem tart tovább, nem, ez a dolog. A porszívózás hát meg abban az esetben, Dori, hogyha ezt mondjuk tényleg nagyjából mondjuk minden nap, de maximum egy héten egyszer megcsinálod, de mondjuk, hogyha 3 havonta... Jó, nem, de hát nem állok nekik egy WC pumpával, meg egy liter domestosztot belenteni, nem? Ez tipikusan csak, fogom a törlőkendőt, áttörlöm, hogy... Az érzés, hogy én most egy tiszta WC-t hagyok itt magam után, az jó. De a porszívózás azért nem egy perc, tehát hogy az egy jó negyedórás művelet. Átdugom a konnektorba, ide megyek, oda megyek, rám cikálom magam után, mint egy félkegyelmű, szóval, hogy az egy hosszabb, és az, amit nekem be kell tervezni. Addig a gyerek vagy mesét néz, vagy akkor egyik szobában van, másikban, nem ott, ahol porszívózok, tehát az egy nehezebb folyamat szerintem. Uh-huh. Nekem egyébként a vizes blokk abszolút így a tehát nem csak a WC, hanem tehát a WC és a zuhanyzó, a zuhanykabin. És akkor ezt te minden nap nyomod? Nem, azt nem. A zuhanykabin az gyűlölem szívből, megmondom őszintén. Azért, mert ugye full üveg az egész, és hát két nap után már így fulldoklok néha az ecettől, ecet és domestos. Ez ecet domestos kombó. Miért? Mármint, hogy nem úgy, hogy csak ecet, vagy csak domestos. Hát a falát azt ecettel szoktam, és akkor a követ azt ugye áttörlöm. Uh-huh. De nagyon durva, és nagyon kivagyok már ettől, és valamit higítanom kéne az ecetet, vagy nem tudom, valami más után kéne nézni, mert ezt van nem bírom idegekkel. Uh-huh. Én javaslom mindenkinek, hogy szerintem nagyon sokan hallottatok, mert biztos nagyon sokan használják ezt a frost, én ezt nagyon tudom mindenkinek javasolni. De szuper termékek. Van itt ami kuponod, vagy mi a jó ég, és én azt nem tudom, hogy micsoda. Ubiba csomó helyen lehet kapni, és ezek ilyen természetes anyagból van, én nagyon sok tisztítószert már lecseréltem erre a frost. A
amúgy én tökre lecserélném a dolgot. És én természetes anyagok vannak benne, és mondjuk én most levendulásat használok, és én mindent szinte, most nem azt mondom, hogy vandom ezt azt otthon, de a legtöbbet most már próbálom azt elhagyni, mert mondjuk a gyereknek a kádját, vagy a mikádukat, és most már ebből a frossal csinálom, és én hiszek benne, hogy ez ugyanolyan jó, és nem az a marószak, tudjátok. Igen, mert ez borzasztó. Meg frossban van ecetes is, ilyen ecetes cucc, de az sem annyira bügyös talán. Szóval én ezt mindenképpen javaslom nektek. Mert úgy azon nevetek, hogy... Miki, ha ez megoldás, ezt én aranyba fogom foglalni. A fróst is, amit írt. De azon nevetek, hogy most beszélgetünk, hogy fróst, meg egy törlőkedő, és hogy itt azért nagy környezetvédők vagyunk. Ugye, hogy mi, ugye, én igyekszem nyilván törekedni, hogy ezek mindig rájövök, hogy rohadtul nem. Tehát ugye, sajnos ezek abszolút, sem azok. Igen, sajnos nem. Meg hát a legtöbb környezetvédő tényleg azt mondja, hogy ne ilyeneket használják, ne ilyen törlőkendőket, mert ugye azt kidobod, hanem hogy olyan kendőt, ami újra felhasználható. Persze, a törlőkendő az nem egy környezetben. Nem, sajnos nem. És én voltak nekem ilyen gondolatányom, hogy akkor én elhagyom, és akkor voltak hetek, hogy akkor én ezt nem használtam, és megőrültem. De és mit használtál helyettem? Hát sima otthoni. Fölnyalni nem tudom a port. Hát. Nem, hát sima. Rondja, nem tudja, hogy nagyon sokáig dolgoztam ezzel, és azért szoktam át, mert igazából utána ugye azt akkor ki kell mosnom. Ahhoz akkor megint valami tisztítószert használok, vizet fogyasztok, áramot fogyasztok, szóval összességében nem vagyok róla meggyőződve, hogy sokkal környezetbarátabb. Hát egy ilyen rongyot azt nem 30 kell. Ha Zoli itt lenne, az Zoli küld a választ. Igen, melyik szerinted a jó, de jó, hát nem tudom. De egyébként, ha már itt tartunk, hadd kérdezem meg, én igazán tök sokat gondolkodtam, hogy szerintetek az, hogy valaki úgy jobb, tehát rendesebb, ezt nem tudom másképp mondani, tehát rendmániásabb, mondom, jó értelemben véve, vagy az, hogy valaki rendetlen, ezt otthonról hozzuk, szerintem vagy ez genetikai lakódoldalról? Nem, szerintem ezt abszolút otthonról hozzuk, mert hogyha most megnézzük a mi családunkat, akkor nekünk az anyukánk is, mert az ő anyukája is ugyanez, igen, és ugyanez, hogy mindenhol illat, mindenhol tisztaság, tehát, hogy ennék a földről is, és ez abszolút, hogy este lemossuk a cipőt, berakjuk a helyére, tehát ez abszolút. Le is mosatok este a cipőt? Ja. Hát nem mindig, de ha... De mi? És mivel mossátok le? Ezt osz. Én csak sima krémszappannal. Meg fognak kövezni a környezetvédők engem. Ez nagyon durva. Mármint, hogy én is hallottam is soha az életembe. Tényleg? Na, hát szerintem... De lehet, hogy egyébként nagyon sokan hallottam. Érted, hogy lehet, hogy simán csinálják csomóan. Csak nekem, és sem, én sem, nem is hallottam ilyet tényleg. De érdekel. Tehát logikája van. Igen. Na mindegy, jó. Tehát akkor szerintetek ez otthonról jön ez a dolog. Szerintem is, mert például nekem a férjem nem ennyire pedáns. Alapvetően is. Ő mindig azt mondja, hogy én mellettem sokkal inkább az lehet. Tehát, hogyha nem is a család, de hogy az, akivel együtt élsz, akivel sokat vagy, az szerintem az jelentősen hatással tud rád lenni. Mert azért Zoli sem volt, gondolom, baromi rendetlen. Nem, de hát egy fiatal aglegény fiú az jó, nyilván nem ugyanaz a kategória. Nem hozzon le a cipő alját. És most sem vagyunk teljesen ugyanazon a szinten, de szóval ez ott van. Szerintetek amúgy ezt hogy lehet így a rendet fenntartani, mert amúgy ez nehéz szerintem. Tehát, igen, ez várom a tippeket. Hát, tehát, hogy én azt érzem, hogy én próbálok amúgy mindig este úgy lefeküdni, hogy akkor így rend legyen. De most oké, de hogy ha úgy megyek el most otthonról, hogy minden oké, meg úgy is hagyom ott a lakást, hogy minden tényleg tiszta, meg most ezt nem azt jelenti, hogy nem áll a szárító, vagy mit tudom én, de hogy hazamegyek, és akkor viszem a bevásárlót, az koszos edzőcuccomat, a egyik táskámat, a másik táskámat, meg minden lerakok oda 8 szatyrot, és akkor elkezdem kipakolni, és akkor hazamegyek 5 perc után, mert megint föl van borít. Van minden, érted? Tehát, hogy amúgy nem nagyon. Ugye állandó rendrakás az életünk most egyébként. Hát én azt akartam. Azt mondani, hogy nem lehet elképzelni. Tehát, hogy a folyamatosság, hogy ne hagyjuk a káoszt eluralkodni, és ami a kezed ügyében van, és nem arról van szó, hogy akkor most a gardrobomat újra kell terveznem, mert rendet rakok, hanem hogy igen, akkor a bevásárlás után, akkor az az első, hogy akkor mindent szétszórok a helyére, hogy mondjuk le tudjunk utána ülni az asztalhoz vacsorázni, mert
beborítja az egész konyhát, vagy a fél konyhát. Tehát nem csak ott helyett úrsz, hogy akkor... Nem, hanem hogy akkor minél előbb, amit lehet, azt a helyére. Én mindig ennek a hívom volt, gyerek, ennek a helyére. Hogy csinálod meg? Hát, most ne arra, hogy Dori, amikor ott vagyunk nálatok, a lányokkal, és ott van még a két kisgyerek mondjuk, vagy ne adj Isten több, és akkor minden borogatnak, meg minden, akkor utána mit csinálsz, mikor elmegyünk haza? Hogy óra egy pakolsz, gondolom. Hát igen, igen. De te kata bírja a kis lányod, hogy te itt pakolászol? Képzeljétek, ugyanilyen kis rendes, is. Nagyon cuki, imád. Tehát ő is pakolgat. Most már ugye nagyobb, tehát ő is segít, meg kérem. Dobja ki, meg kérdezi, melyik szemetesbe, mert mi igyekszünk szelektíven gyűjteni, hogyha már adom ezt a szennyezem, legalább szelektíven gyűjtünk, és akkor megkérdezi, és mondom, hogy akkor ez most a papír, akkor a spejzbe, és ez a kukába dobt. Tehát, hogyha már ugye nagyobbak a gyerekek, akkor ők bevonhatóak, és imádják, mert nekik ez egy feladat. Ő most igen. Megcsinálta, fondos és anya, büszke vagy rám. Szóval, hogy nekem meg segítség, hogy akkor, amíg ő 5 perc alatt megcsinálja ezt a dolgot, mert neki ez még 5 perc éve telik, én addig rengeteg mindenhez hozzájutok, és a fél szakirat ki tudom pakolni. De úgy szerintem még egyébként ez a, hogy mindenek helye van, most tudom, ez biztos én evidens, de ugyan annyira nem, és például most én be is szereztem csomó IKEA-s dobozt. Pont azért rendszerezzem, mert hogy nekem mindig ez a gondolom, hogy egyszer nincs rendszer, vagy a rendszer, hogy egyszer ide rakom, egyszer oda rakom, és akkor persze egyébként káosz egyébként én ezt utálom, de egyébként csak így működik. De úgy, dobozok ezt. Igen, de amúgy a Dorinak, szerintem át kell, hogy hidd a Dorit, mert a Dorinak amúgy a az volt a régen a játék, hogy kipakolta az én, volt mind a kettőnknek egy papír jója, az enyém rettenetes állapotban volt, akkor még nem voltam ennyire rendes. Mindig össze volt ragasztva, meg minden a Dori, meg még ilyen érintett. Majd, vagy persze használta, csak úgy tűnt, mintha érintetlen lett volna évek után is, és akkor az volt néha a játék, hogy akkor jó, akkor tündik-e fiókját, kipakoljuk, és akkor próbáljuk elrendezni, és akkor ráírta ilyen papírokra, hogy melyikben mi van, és ráragaszt. Meg ilyenek, szóval Viki lehet neked, és azt mondja, hogy Dori átmenjen. Én, ha ideges vagyok, pakolok. Jó, szerintem egyébként neked egy ilyen munkát kéne vállalni. Nem gondoltál erre, hogy mondod, hogy áthívjuk, hogy a káoszt, rend a káoszba, áthívunk, és megcsinálod egyszerűen, és rendszerezze. Tehát nem takarítasz, hanem ilyen rendszerező. Igen. Egy ilyen foglalkozás. Dori, én alkalmaznám, tehát nálunk, és lenne mit rendszerezni, de megőrülné valószínűleg az első. Amúgy nem, nem, nem. Ezt a pakolást. De nem, engem pont, hogy az, hogy csak hogy ezt tetszik? Igen, tehát az, hogy a teljes káoszból én igen. Valamit létrehozom. Ugye, engem akkor kívások a küzdködök, amikor egy hetes utazásra kell bepakolni. Utálom, ha be kell pakolni. És azt mondom, Dori, ez most nagyon jó, hogy már témánál vagyunk, eszembe jutott, nálunk a káoszt a ruhák okozzák. Tehát fogom, kimosom, kiteregetem, majd utána leveszem. Na de, azonnal elpakolod, de nem pakolom el azonnal, mert hogy valahol vasalni kell, de nincs mindig időm vasalni. Akkor azok gyűlnek, de rájövök, hogy nincs időm vasalni, nem fogom kivasalni. Akkor mégis el kéne rakni, de azóta gyűlik, és akkor mindig ugyanez a probléma. Ezt te hogy oldod meg, vagy ti? Is kérdezhetem. Azonnal kell rakni. Igen. Tehát nem kell kivasalni. Igen, de hát nyilván amit ki kell vasalni. Jó, de hogy nincs időd mondjuk vasalni. Hát azt én gyűjtöm egy fiókba vasalatlant. Igen? Igen, tehát az nekem is van egy... Ott áll december óta. Egy helyem, ami hol kisebb, de általában inkább egy óriás kupac. Hát ez a ruha elpakolás mondjuk ebben nem vagyok túl jó, mert hogy akkor este 10-kor inkább a főzést indítom el, és nem a ruhát pakolom, és akkor mikor már tényleg a szennyesből kifolyik minden, akkor jó, akkor most mindent kimosok. Én minden nap mosok amúgy. De ez az elpakolás, képzétek el, ez olyan, hogy van, hogy 3 napig ott állnak a kanapén a ruhák, már onnan öltözöm. Tehát tényleg arra már nincs érkezésem, hogy bepakoljam a szekrénybe, és azt hiszem, hogy már elfogynak, mert onnan öltözködöm. Aha. Úgyhogy ez nehéz, de igen. Szóval én is mindig azt mondom magamnak, hogy el kell pakolni. Egy percet. Sokkal több idő lesz az egész hajtogatni, mint utána berakni a szekrénybe. Én amúgy azt csinálom, hogy nekünk... Tehát a legtöbb ruhát én szárítógépbe szárítom. Jó, hogy szárítógép az meg sok segítség. Igen, de egy csomó mindent nem lehet amúgy szárítógépbe szárítani, és én rögtön elpakolom, mert én egyszerűen, engem az rettenetesen zavar, hogy ott okvetlenkedik a szárító, meg ott a ruhá, Egyébként igen, megértem. Ezt én elrakom. Elrakhatok.
És akkor még azt akartam mondani, vessünk már fel néhány olyan dolgot, hogy szedjünk össze, hogy most ezt nem tudom, hogy hívjam, hogy népi hagyományok, vagy ilyen, ilyen női titkok, hogy mint például azt, hogy mondom, milyenekre gondolok, és akkor hát, hogyha úgy könnyebb, hogy a felszaladt harisnyát körömlakkal lekenjük. De ez bejön amúgy? Hát nem tudom, ocsmány szerintem. Igen, de hogyha nincs más, és nem tudsz hazamenni, akkor még mindig jobb, mint hogyha futna igen, tovább. Tehát, mondjuk, hogyha a sarkadon van, akkor megoldható, vagy, vagy ha mondjuk a combodról lefelé. Nem, akkor tudom, igen. Nem, de most ilyenekre gondolok. A Dori? De biztos tudsz ilyeneket. Persze, Dori már beszél a jegyzetét. Igen, én utána néztem, mert hogy nem vagyok teljesen expert ebbe a témába, de haladi jó dolgokat találtam, lementettem, hogy na, ezt majd akkor felveszem a listára, hogy majd egyszer marha sok időm lesz, akkor ezen végigfutok. Olyanokat találtam, így, tehát van a takarítás része, uh-huh. Ugye az ecet, a szóda, bikarbón, az olívaolaj, ezek meg... Az olívaolaj, amit csinálsz? Megnéztem, kérlek. Tehát olívaolaj, hogy a száraz bőre, tehát amikor már nagyon kész van a kezed, akkor ezzel bekenni ugye krém helyett. Akkor olyanokat olvastam, hogy ha nyikorog az ajtód, és nem vagy egy ilyen nagyon házi barkás, hogy akkor nem mindenféle gépolajjakat alkozni, hanem olívaolajjal bekened, és akkor nem nyikorog. Hogy a cipzár, hogyha akad, akkor azt is ott egy kicsit úgy megolajozod? Szó szerint. Olyat is olvastam, hogy a kis házi kedvenceknek, hogyha most azt mondom, adj neki egy litert, ott meg volt, hogy nem tudom én milyen arányban az ételükbe adsz olívaolajat, vagy raksz olívaolajat, akkor a szőrük így nem gubancolódik. Nem tudom, nekem nincs állat, nem tudom, ez most butaság volt, ezt olvastam. Akkor olyat is, hogy ha valaki ilyen gyertyás, nyilván ugye ilyen téli időszakban, hogyha egy picikét most nyilván az ujjadra raksz egy csöppet, és ezzel bekened a gyertyatartót, akkor a lefolyó viasz az így lepereg róla, és nem fog oda száradni, és akkor utána azt, akkor hogy szeded le, csúnya marad, viaszos, mit tudom. Sorozom irakjuk ezeket mindenképpen. És hát még az, hogyha nincs borotva hab, vagy hölgyeknek is ugye az egyéb szörtelenítő, vagy szörtelenítő területeken, hogy azzal. Mert most nem értem, tehát akkor a borotva hab helyett olívaolajjal bekened a szőrödet, és leszeded. Azzal, igen. Ki fog próbálni? Ezt én is ki fogom próbálni. Megyek, és egyébként ezt már az adás elején szerettem volna mondani, hogy a Durnak a visszatérő rémával, hogy nekem az a visszatérő rémám, hogy elmegyek nyaralni, és nem viszek borotvát. Igen. Jó, de figyelj, de ez nem rémál, ha tudsz venni. Tudom, nem tudom, nem tudom, miért rettegek ettől ennyire. Jó, még az kellemetlen valóban. Elfelejted, és akkor jó sorot meg kell jelenni. Valami kis probléma. Igen. Nekem ez az olívaolaj volt most a kedvenc. Figyelj, Dori, ezt mindenképp ki fogom próbálni. És akkor még hadd mondjam el, még a másik, ami nagyon tetszett, mi nagyon szeretünk így grillezni nyáron, minden, és akkor azt igen. olvastam, hogy nem csak a húsikat meg a zöldséget kell befűszerezni, hanem, tehát ez nyilván az evidens, hanem hogy magára a faszénre is kell valamennyi fűszert rakni, mert hogy akkor az a kipárolgó gőz meg a füst, az is így beépül a kajába, és nagyon tetszik nekem. Dori, jövő héten, hogyha grillezünk, akkor nyomassuk így. A másik meg, ami nagyon bájos volt szerintem, hogy én sokszor szoktam a kislányomnak túró gombócot csinálni, és nekem sose sikerül a rendes gombócot, mert mindig szétesik meg minden. És azt olvastam, hogy vizes fagyiskanállal kell, mert hogy az gombóc alakú, és akkor nem leszel maszatos, meg marad szépen egyben. Én tök logikus, de nem teszem be nekem, mert nem jutott volna eszembe. Nekem sem. Úgyhogy ilyenek. És azt is olvastam, hogy a hagymát pedig úgy kell fölvágni, hogy ne zokogjál tőle, hogy de nem tudom, ezt én még nem próbáltam, hogy hideg vízbe meg kell előtte mosni, meg a kés is hideg vizes legyen. Ezt kipontolom, hogy nagyon zokogok mindig. Igen. Én amúgy a hagymára nekem az, én is szoktam, de nekem az a trükköm, hogy a szagelszívó alatt vágom. Én ablakba szoktam ki leállni, de magamra nyitom az ablakot is, de én akkor sírok, tehát én zokogok. Nem tudom, nekem nagyon érdekes. Úgyhogy nem tudom, tűnik, ilyenekre gondoltál? Uh-huh. Abszolút ilyenekre. És figyelj már, ami én is olvastam már korábban ilyeneket, amit tetszett a szódabikarbóna. Uh-huh. Ugye én azt alapból szoktam fogfehérítésre használni. Igen, ilyet is olvastam. Igen, tehát én abban mosom csomószra fogat, vagy fogkrémre rálapok szódabikarbónát. De ugye ez a por a szódabikarbónát. Igen, abban csinálom. Rászóló, meg picit igen. Rászólok, hát ami nehézség, hogy hát, hogy nagyon múltkor annyira bevadult a medszer.
Elkapott a gépszív, hogy nem hiszem el. És akkor picit, hát nem, hanem az inyemet is kicsit megsérdette, és fájt egy sok helyig. De ez nyilván óvatos, hogy nem ilyen vadállat módjára kell csinálni. Figyelj, az zoom, hogy néha nem hiszem, hogy árthat a szódabikarbóna, de most gondolom nem napot háromszor kell vele fogat mosni. Illetve a szódabikarbóna, nekem még nagy ilyen problémám ez, hogy a hűtőbe, ugye mert rendetlen vagyok, néha benne maradnak olyanok, amit nem kéne benne maradni, és akkor hiába szedem van egy szaga, és hát ugye rosszul vagyok, és akkor ilyen olyan szoktam, hogy még a kávézacot szoktam beletenni, az is szívja a szagot, vagy citromot, az nem annyira jött be, de a kávé az nagyon bejön. De zacot raksz bele? A zacot, ami már lefőtte, és akkor azt kirakod. Igen, kirakom egy tejérbe, fogom, berakom, és beszívja a szagot. De és kávéllap nem lesz a hűtőben? Egy nagyon enyhe, de nem durván lesz az, illetve ami, hogyha esetleg kávé illatot valaki nem szereti, akkor a szódabikarbóna is erre jó. Most én például nem volt otthon ilyen kávézac, és szódabikarbónát tettem például de bele. De egy bort beleöntött? A bort beleöntött a tányér, és beraktam, és nincs büdös. De beraktam 5-10 perc, nincs büdös. Illetve kukába is, az is szerintem baromi büdös néha, hogyha olyan dobok bele, és ott is kicsit beleszórok szódabikarbónát, ecet szódabikarbónnal megcsinálom, és akkor elszáll a büdös. De bármint, hogy a szemetes zacskóban? Nem, a szemetes, a zacskót kiveszed, akkor tárolóban. Igen, mert hiába veszem ki, néha átveszi a szagot nekem. Igen, nekem mindig. Na, hát és akkor ez is, ez szódabikarbón erre is jó, illetve a nyáron ugye hát esetleg az izzadós lábúaknak ugye jó hír, hogy a szódabikarbónával, ha cipőt kicsit kitisztítod, vagy beleszórsz egy picit, akkor beszedi az is a szagot. Szóval ez szuper, hogy ez ilyenek vannak, én ezt nem tudtam korábban. Univerzális és szódabikarbóna szerintem mindenkinek van otthon. Úgyhogy én mindenkit javaslom, hogy itt így próbáljátok ki, mert szerintem szuper dolgok, és nem kell sok pénzbe sem. Ez tényleg állat jó. Tűnik, ki tudod egészíteni. Én olyanokat hallottam, hogy a lefolyó tisztítás egy ilyen óriási probléma, és hogy most én nem hiszem, hanem, de hogy én olyan hallottam, hogy kólát kell beleönteni. Igen, a szép marja. Feltezseg. Szép marja. Például. Jó, hogy én ezt hallottam még például, ami ezt ennyivel tudnám kiegészíteni, most én gondolkozom, hogy még van-e valami. Jó, de a kóla az rossz gyomor, és azt mondja, hogy kóla és nekem amúgy egészségügyi kóla van otthon, pontosan ugyanez, hogy otthon van mindent. Sőt, elmondanám, ha én utazok, mindenhova viszek magammal egy fél liter kólát. Igen, ezért. Igen, ez a kóla nagyon jó. Na jó, hát nekem a gyerekorvos is mondta, hogy igen, tudja, de hogy higgyem el, hogyha rosszul van a gyerek, megy a hasa, keverjük ki, mert oké, nem szereti a szúrósat, de hogy jó. De komolyan ezt mondja. Igen. Mi mindig azt hiszem, hogy ez csak ilyen népi dolog, hogy jó, így áll kóla, de hogy ebben nincsen háttértudás. Nyilván nem azt jelenti, hogy akkor két hétet így áll meg minden áldott nap. De hogy segít, jó, hát figyelj, ez a szétcsapja. Gond van, akkor... dolgokat. Így átvág. Igen. Na most, én arra szeretném kérni a hallgatókat, hogy küldjenek nekünk ilyen házi praktikákat, hogyha vannak, mert amúgy tuti, hogy ennél még sokkal több van, mint amiket biztos, hogy tényleg nagyon hasznosak, és akkor ezeket így megjelenítjük így a szuper dolgokat. Igen, meg az, hogy nekünk erre szükség. Igen, nekünk is, meg mindenkinek. És tényleg ez olyan, hogy az ember nem tud róla, most mi is utána néztünk, csomó tök jó szuper dolgot találtunk, de most különösen az ember nem ül le, és na hát akkor milyen házi praktikák vannak, és senki nincs ideje. Úgyhogy vagy az adás alá kommentbe, vagy Facebookon, vagy bárhol, Instagramon küldjetek nekünk ilyen házi praktikákat, mert nagyon örülünk neki. Igen, úgyhogy nagyon szépen köszönjük akkor Dóri, hogy belénk voltál ismételten. Úgyhogy akkor hallgatottnak, hogy ismételten velünk voltak. Sziasztok, és akkor már a következő héten újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!